A hivatalos egészségügyi oldalak segítségével lekérdezhetőek a várólisták adatai. Ez alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 149-en várakoznak csípőprotézis műtétre. Van azonban mód arra, hogy egy beteg akár előrébb kerüljön egy ilyen listán. Ezt is úgy kell elképzelni, mint egy utasbiztosítási terméket, vagy egy kaszkó terméket, hogy különböző kis elemei vannak, amit eldönt az ügyfél, hogy mit szeretne. Vannak ugye maga a biztosítási terméke, amiből tud választani, hogy milyen szolgáltatási limittel, milyen pontos egészségügyi ellátást szeretne ő igénybe venni. Ez egészen odáig, hogy kisebb műtéti beavatkozások, vagy akár kórházi napi térítésre is kiterjed, vagy járóbeteg ellátásban, hogyha mondjuk szeretne bejutni egy orvosi ellátásra, akkor vagy egy, akár egy röntgenre, akkor sokkal hamarabb fog időpontot kapni, mint aki ugye normál egészségbiztosítási helyzetben van. A járvány által okozott egészségügyi teher szűkítette az állami ellátórendszer kapacitását. Sokan döntenek úgy, hogy a magánegészségügyi szolgáltatást veszik igénybe, ezért azonban fizetni kell, ebben is segíthet egy biztosítás. Nem kell olyan horror összeget fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Tehát ezt is nagyon kevesen tudják, hogy nem annyira vészes ezeknek a díja, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt, hanem akár egy kocsira egy kaszkó biztosítás, ugye azt is bevállalja az ember azért, hogy ugye megóvja a vagyontárgyát, itt a saját egészségünket óvjuk meg. És még azt kiemelném, hogy nem csak akkor segítenek ezek a termékek, hogyha már ugye baj van és szeretnék bejutni valahová, hanem a prevenciót is előtérbe helyezi, hiszen vannak olyan termékek, amik két évente akár egy menedzser szűrést biztosítanak az ügyfélnek, ez egy teljes körű kivizsgálást jelent, és ha bármit találnak nála, akkor küldik a megfelelő szakrendelésre tovább, és mindezt időpontra leegyeztetve neki. Ezek a biztosítási termékek nem csak a magánegészségügyi rendszerben, hanem az állami egészségügyi rendszerben is előnyöket nyújtanak.